Hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Az új korra térünk át, Addis Abeba, az Afrikai Unió központja, a gánai elnök Tuma vezetésével, amelyet utána próbált Mohamed Sekou Touré, a kínai elnök szintén folytatni. De ezek a nagy álmok, hogy Afrikai Unió, hova? Hogy vajon valóban szerte foszlott? Nem az afrikaiak foszlatták szét, és ebben segített az elmúlt 4 év, hogy ebben tisztállása. Az afrikaiakkal nincs baj. Még akkor is, ha megvádoljuk őket, hogy diktátoraik vannak, még akkor is megvádoljuk őket, hogy linkek, meg opnak, nem. Ők a 10%-át képviselik ennek a problémának. A 90%-a mi vagyunk. Nagyjából akkor szabadultak az afrikai országok a gyarmatosítóktól, és a nézők akkor Etiópiához nagy szerepet játszott. Avokatot, ha olyan jellegű dolog van, amiben észleljük, hogy őket is valamilyen sérelem érte, akkor természetesen őnekik is támogatjuk az ügyüket. Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném megjegyezni, hogy míg a hivatalos jelentés arról szól, hogy hát a romákkal kapcsolatosan minden rendben van, addig az Amnesty International jelentése a következőket mondja. Magyarországon a romákat többször sérelem éri a durva rendőri túlkapások miatt. Ez egy nemzetközileg leírt megállapítás. Tehát azért mondom, hogy minden területen kell valamit tenni azért, hogy az emberi jogok érvényesüljenek. És hát ezért az emberekkel foglalkozunk, így romákkal, és mindenféle betegségben küzdő emberekkel. Az Egyesület most a 7. éve működik, 9 ország városában is bennünk minket, és most egy amerikai szerződést kötöttünk munkára, a képzésre és a szolgáltatásainkra. Magyar vállalkozóknak hatalmas lehetőségek nyílnak, igazából gazdaságilag, erkölcsileg, illetve kulturálisan is, hogy valóban afrikai országok tehát igénylik azt a tudásnak a kivételét, tehát ezért nem pénzről, segélyekről beszélek, mert ezt a kormányok, világszervezetek teszik, amelyek itt Magyarországon már nekünk vállalkozóknak nem adatik meg. És rengeteg ilyen apró kis lehetőséggel, azt mondom, új gazdaságilag, illetve a kinti embereknek nagyobb segítséget tudunk nyújtani, ha a tudásunkat, termőeszközeinket kivisszük. Azokra a termőeszközökre gondolok elsősorban, amelyek ma már itt Európában, Kelet-Európában nem versenyképesek. Afrikában ezek a termőeszközök egy hatalmas lehetőséget jelentenek a vállalkozások számára. A másik pedig az, hogy nem elhanyagolhatóan tulajdonképpen Magyarország, amelyik a multicégeknek mint egy gyarmata, most talán egy jó értelembe vett külső telkeket, tehát nem azt mondom, hogy gyarmatokat tudnánk miszerezni, hanem egy olyan kifutási lehetőséget a friss, értelmes és a törekvő vállalkozásoknak, amelyeket itt a hazán keretében nem tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy pontosan erről van szó, én azokról a magyar vállalatokról beszélek, akár a mezőgazdaság, vagy annak feldolgozóiparában, vagy akár az építőanyag gyártásban, amelyek ma már, akik még a 70-es, 80-as években Magyarországon piacvezetők voltak, de a multi altárok lebontásával, a multi cégek megjelenésével szinte tönkrementek, vagy háttérbe szorultak. Ezekkel a termelő eszközökkel kint még a multinacionális cégek nem mentek be ebbe a kicsinek tűnő afrikai piacra.
magyar cégek, hogy áttelepednének ezekkel a ma már szinte ócska vagy számba menő téglagyárakkal, vágóhidakkal, ott valóban hatalmas tőkére tudnának szertenni, és nagyon rövid, tehát 3-4-5 éves megtérüléssel lehetne üzleti hasznot is szerezni, nem beszélve az afrikai országoknak ezt a tudást át is tudnák adni. Az évi hőmérséklet 20-tól, tehát a téli őszi hónapok 20 Celsius fokosak, a nyári hónapok azok 25-27 fokosak napközben, tehát éjszakára kellemesen lehűl a hőmérséklet, és valóban ezek a mezőgazdasági területek, amit említettem, és 10-szer nagyobb termőfelülete van, mint Magyarország, hiszen az ország is több mint 12-szer nagyobb, ezek kihasználatlanok. Már csak az a kérdés, hogy megjelenik egy Göncz Kinga meg a miniszter asszony, ugyanis ő lenne talán az a kapocs, ahol ezek az új piacok megvalósulhatnának magyarországi cégeken belül. Tehát, mint ahogy az ön példája is nagyon jól mutatja, anyagilag, erkölcsileg, és ha nem is közvetlenül itthon reklámértékben, de az unión belül az egy nagyon pozitív visszhangot keltve, újabb olyan lehetőséget biztosítanának a vállalkozásainknak. Gyakorlatilag mi lenézzük, nem foglalkozunk vele és nem értékeljük, pedig a jövő talán ott van. Mi szívesen közreműködnénk ezeknek a kapcsolatoknak az összehozására. Tervezünk kint egy képviseletet létrehozni, ahol a tudásunkat megosztanánk azon magyar vagy európai vállalkozásokkal, hogy reprezentálva a kint létünkkel segítsük őket is bátorítva, hogy jöjjenek ki és próbáljanak valami kis vállalkozást elindítani, amit nagyon gyorsan fel lehet fejleszteni. A vállalkozások beindítását már személyesen is, illetve egy kinti munkatársammal együtt, aki egy Magyarországon végzett etióp fiatalember, bevezessünk. Tadesz, volna egy kérdésem, hogy sok prominens vendéget vártunk ugye a ma estére, többek között Göncz Kinga miniszterasszonyt is. Szerinted eljön ma este még? Vagy tudom. Más elfoglaltsága miatt talán kimenti magát? Én úgy tudom, hogy a Mr. Greennek már telefonáltak onnan, hogy nem tud itt lenni egy elfoglaltság miatt, vagy nem más programjával. Ha ő nem tud jönni, akkor legalább valaki kell tudná kondolni helyette. Igen, az jó lenne, mert azzal megtisztelni az afrikaiokat. Tudjuk, hogy a miniszterasszonynak nagyon sok dolga van, nem mindig ér rá, tudjuk, de megmondta volna bármelyik munkatársnak, hogy képviselje, akkor nagyon örültük volna. Hát szeretettől vártuk volna a miniszterasszonyt, sajnos, hogy nem jött el és nem is képviseltette magát, egy igazán tényleg életre szóló élményből maradt ki, úgy érzem. Pedig nagyon szükségünk van, azért vagyunk, és szükségünk van. Nézd meg, ezek az emberek, akik most díjat átadtuk, ezek rengeteg dolgot csináltak, évek óta csinálják, hogy az afrikaiak be tudjanak integrálódni itt Magyarországon, tudjanak beilleszkedni, ha mondjuk van, ők segítenek. Bármilyen kulturális rendezvény, hogy a magyar kulturális is tudjuk bemutatni. Szükségünk lett volna például, amikor afrikai fesztivált csinálunk, nem csak afrikai zenések vagy kultúrákra van szükségünk, hanem a magyar néptáncosok, népzene, magyar kultúra. Néha úgy tapasztaljuk, hogy megkapják a meghívót, és akkor mondják, hogy köszönjük, megkaptuk, hogy akkor egyéb dolgok, vagy elfoglalása miatt nem tudjuk, hogy köszönjük a meghívás. Szerintem annál többet lehetne már, sőt. Vannak afrikaiak, akik itt vannak, nem, soha nem hallották, nem látták a magyar néptáncok, nem egy magyar kultúrás, a magyar rendezvény szokás, hogy olyan rendezvény lenne, ahogy láttak, ez a szép, én tudom, de sajnálom, hogy nem volna, láttak. Tudjuk mi egyáltalán azt, hogy milyen a mi magyar kultúránk?
mi magyarok már Isten bizony, mint turisták járunk a saját rendezvényeinkre. Afrikában az a csodálatos, hogy ott a mindennapi hagyomány élő. Nem a törzsi, nem a családi, nem a vallási hagyományok, hanem az afrikai kultúra és szellem él a mindennapok minden percében, egy bevásárlásnál, egy kafeteriában leülésnél. Magyarország kicsit olyan, mint egész Európa, tudatvasak. Gyökereit vesztett. Össze kell talán fogni. Köszönöm.